Iskolakezdés, 15 ezer forintot spórolhatnak a családok gyermekenként az ingyenes tankönyveknek köszönhetően. Drága lehet a lecsó, a paprika és a hagyma ára elfogadható, a paradicsomé viszont ugrásszerűen megnőtt. Közeleg a határidő, évvégéig lehet elindítani az építkezéseknél az áfa visszaigénylését, amelynek plafonja 5 millió forint. Akár 15 ezer forintot is spórolhatnak a családok gyermekenként az ingyenes tankönyveknek köszönhetően. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az 1 millió 300 ezer diákból országos szinten közel 1 millió tanuló kap ingyen tankönyvet idén szeptemberben. 2020-tól azonban már minden közoktatásban résztvevőnek térítésmentesen biztosítják a tankönyveket és a munkafüzeteket. A tanszervásárlás jelenthet még nagyobb kiadást augusztusban, egy elsős diák felszerelése több tízezer forintba is kerülhet. Augusztus elején elkezdődött a könyvek kiszállítása az iskolákba. Ez a folyamat a korábbi évekhez hasonlóan az idén is a hónap végéig tart majd. A tankönyvcsomagok árai évfolyamonként eltérőek. Az érintett családok nagy részének azonban ez nem jelent kiadást. A közoktatásban tanuló 1 millió 300 ezer diák közül ugyanis közel 1 millió tanuló ingyen kapja meg a tankönyveket és a munkafüzeteket a 2019-2020-as tanév elején. Jövőre pedig már mindenki térítésmentesen juthat ezekhez, nem csak az általános iskolások, hanem a középiskolás diákok is. Ez gyermekenként 10-15 ezer forintos spórolást jelent. Mintegy 4000 helyszínre 13 millió tankönyvet kell kivinniük, és zavartalan az ellátás, reméljük, hogy a tavalyihoz hasonlóan most is nem lesznek fönnakadások, és általában állami és magánkiadók kiadványait, de zömmel állami kiadók kiadványait juttatják el 4000 helyszínre. Ezek iskolák, tagintézmények, és ezt a Kelló végzi, a könyvtár ellátó non-profit Kft. Azt is el kell mondani, hogy fejlesztések is vannak, 900 tankönyv fejlesztése folyik, a digitális átállást is megkezdődött. A családok másik jelentős kiadása az évkezdés előtt a tanszervásárlás. Egy átlagárat nehéz meghatározni, hogy mennyibe kerül egy komplett írószercsomag. Az is befolyásolja, hogy melyik évfolyamot kezdi a diák, valamint a felhozatal is széles a papírírószerekben. A szülők általában listával érkeznek, de ha nem, akkor van saját listánk, ami osztályonként fel van sorolva, hogy milyen termékeket érdemes megvenni. Ezen márkák nincsenek, és akkor utána mindenki kiválasztja, hogy a radírból, a hegyezőből, a vonalzóból, a ceruzából éppen miért szeretne, vagy miért kért a tanítónéni. Így például ceruzát már 50 forintért is lehet venni. Átlag árban olyan 100-120 forintba kerülnek, de még egy ilyen alapvető írószer is lehet aranyárban a kinézetétől függően. A példa kedvéért ez a csavarhúzóra emlékeztető ceruza 500 forint. Hasonló a helyzet a radírok esetében. Egy egyszerű darab 30 és 80 forint között mozog, de illatos, tolóbetétes formában már 550 forintot is kérhetnek érte, de akár 1100 forintot is költhetnek a szülők egy radírra. A toltartó között is lehet válogatni. Sima, két emeletes és töltött fajtákat is kínál az írószer már 1500 forintor. Viszont ha egy ilyen darab tetszik meg a gyerekeknek, az már 6500 forintos kiadást jelent a szülőnek. Az ár széles skálán mozog a füzeteknél is. Egy egyszerű A5-ös füzetet 40 forintért is találnak az írószerben. Színes fedelű változatban már 3-400 forintot is elkérhetnek érte. Ugyanez a méret spirálfüzetként már 900 forint. A nagyobb A4-es füzeteket legolcsóbban 125 forintért tudják megvásárolni, színes borítóval 4-500 forintért, spirálformában 1100 és 3500 forint között mozognak. Mint minden mást, a trend az írószerek kínálatát is befolyásolja. Azok a hagyományos dizájnfigurák, amik régebben voltak a különböző filmekből innen-onnan, ezek most valahogy nem jöttek elő, nem tudni, hogy miért. Viszont azok a motívumok, amiket a divatban is meg lehet találni, a lámát, az egyszarvút, ezek itt az írószereken is természetesen megjelentek azok a pasztelszínek is, amiket az idei évben a diódiktátorok az évszíneinek kiáltottak ki. Egy leendő első osztályos felszerelésének az árát leginkább a táska dobja meg.
párnázott és állítható válpántok, biztonsági fényvisszaverő és újfajta kapcsológombok jellemzik a drágább darabokat. Ez pedig egy teljesen újfajtának számít, ezt a nagy táskát két kisebbre cipzározhatja a gyerek. Az ilyen extrákat azonban meg kell fizetni, kialakításától és márkájától függően akár 40 ezer forint is lehet egy hasonló iskolatáska. Közel 70%-kal emelkedett a paradicsom ára a tavaly augusztus elejei árakhoz képest. Gazdasági szakértők szerint a vásárlók magasabb minőségi igénye miatt, a termelők szerint viszont az időjárás okozta kevesebb termés miatt ugrottak meg az árak. Ezt a változást jelenleg leginkább a lecsóba való zöldségek esetén érzékelhetik a vásárlók. Rengeteg fajta paradicsomból válogathatnak a vásárlók a nyíregyházi piacon. Egy adag koktél paradicsom 1200 forint körül kapható, ugyanez a mennyiség egy budapesti piacon akár duplájába is kerülhet. A lecsóba való paradicsomot 300 forint per kilogram körüli áron beszerezhetik, ha azonban a paradicsom minősége és külleme is számít, rögtön 5-600 forintos árakkal kell számolniuk a vásárlóknak. Ez mind a minőségi termékek iránti igény megnövekedésének, mind a termés mennyiségének köszönhető. Az idei termés gyakorlatilag a szabadföldben nehéz, rettentő hidegek az éjszakák, és ebből kifolyólag köd van folyamatosan reggelenként. Ez látszik nagyon a termésnek a minőségén és a mennyiségén is, tehát nagyon sokat kell ledobni, ami nem piacképes. Az árak azok viszonylag magasan vannak, egy 350-400, sőt a minőségi paradicsomok, tehát ezek a dugas paradicsomok még 5-600 forintért vannak szezonban. Ez az ár magasabb, de viszont a szép, van olyan réteg, akinek csak a szép kell, és van, akinek kevésbé. De például az a 450-es paradicsom nem igazán kellendő. Hiába olcsóbb, meg lecsóhoz, nem tudom miért, hogy lehet, hogy van ettől még olcsóbb, vagy meg az az igazság, hogy mindenkinek a kiskertben van egy-két tő paradicsom, és inkább a paprikát megveszik, és azt a pár paradicsomot pótolják az otthoniból. Hasonló a helyzet a paprikával is, ami szintén elengedhetetlen egy jó lecsóhoz. Itt azonban az árak nem ugrottak meg annyira, mint a paradicsom esetében. Bár egy szép és finom prétamin paprika kilója 750-850 forintba is kerülhet, a sima lecsó paprikát 250 forintos áron találják meg a vásárlók a piacokon. A május nagyon hideg volt, kevés volt a termés a szabadföldibe. Tehát, hogyha nem kapta meg az intenzív a kezelést, akkor gyenge minőségi. Hét elején a lecsós paprika az jobban megy, lecsónak, csalamádénak, mert már ugye van kerekkáposzta is, uborka, és a vegyes vágotthoz az kellendőbb, hétvégére a szebb paprikák mennek. A vásárlók nyilatkozni nem akartak, de kamerán kívül elmondták, nagyon drágának találják jelenleg a zöldségeket, főleg a karfiót és a paradicsomot, ezért a szezonban kevesebbet is fogyasztanak belőlük. Több nyugdíjas is azt nyilatkozta, a nyugdíja nem arányos ezekkel a piaci árakkal, ezért inkább kisebb mennyiségben, de saját maguk próbálják előállítani a lecsóhoz szükséges alapanyagokat. Évvégéig lehet elindítani az építkezéseknél az áfa visszaigénylését, amelynek plafonja 5 millió forint. Azoknál a beruházásoknál, amelyeknél tavaly november 1-ig már megvolt a végleges építési engedély, a folyamat lezárásának határidejét korábban kitolták, vagyis számlákat még ez év vége után is benyújthatnak. 2016. januárja óta van lehetőség ingatlanok építésekor maximum 5 millió forintig visszaigényelni az áfát. Azoknak, akik szeretnének élni a lehetőséggel, ez év végéig be kell adniuk a kéremet a pénzintézeteknél. Számlák azonban még a határidő lejárta után is benyújthatók, tehát az építkezéseknek sem kell eddig befejeződniük. Ez utóbbi azonban csak azokra a beruházókra és családi házépítőkre igaz, akik 2018. november 1-én már rendelkeztek végleges építési engedéllyel. Mivel egy építkezés nem olcsó mulatság, az áfa visszaigénylése a költségek során több millió forint kedvezményt jelent. Manapság egy 30-40-50 milliókra rúgnak ezek a családi ház árak itt a mi vidékünkön, aztán ha messzebb tekintünk, hiszen mi még relatív az ország olcsóbb felét jelentjük,
távolabb tekintve ezek még 50 és 100 közé nyugodtan felszaladnak. Úgyhogy nem gondolom, hogy ezt az 5 millió áfa tartalmat túl nehéz feltölteni tartalommal. Az elszámolásoknál ezeket több, akár több vagy folyamatosan számlák gyűjtésével, aki több vállalkozóra szedi szét az építkezés, az így tudja igazolni a bonyolító pénzintézeténél. Hát aki egyetlen fővállalkozóval tartja a kapcsolatot, ott megint ott ilyen szempontból egy egyszerűbb adminisztráció zajlik. Mint az elnök hozzátette, az ügyintézés adminisztrációs részében érdemes konzulás vagy tanácsadó segítségét kérni. Sokan például az e-napló használatában nincsenek tisztában, az igénylés azonban ehhez kötött. Az e-napló egyébként a korábbi papíralapú építési naplót váltotta fel. Interneten keresztül elérhető, bizonyos belépési procedúrák vannak, ennek különféle szereplői vannak, a kivitelező, a tervező, adott esetben tervezői művezetőként, a műszaki ellenőr, tehát valójában azok a klasszikus szereplők, akik a papíralapú építési naplónál léteztek, ugyanúgy megvannak az elektronikusnál is. Itt meg kellett tanulni bizonyos belépési procedúrákat és egyebet, az ügyfélkaput kell hozzá praktikusan használni, és a többi. Ma már azt merem mondani, hogy azért a szakma meghatározó része megszokta kisebb-nagyobb hibákkal, de használni is tudja. Az építési felügyelet bármikor, bármelyik építési naplóba betekinthet, hogy ellenőrizze szakszerűen megfelelő szereplőkkel és az előírások szerint zajlik az építkezés. Az áfát egyébként bárki visszaigényelheti, aki építkezik, feltéve, hogy nincs adótartozása, nem büntetett előéletű, és rendelkezik legalább 180 napos magyarországi TB jogviszonnyal. A 75 éve történt holokauszt roma áldozataira emlékeztek pénteken a nyíregyházi északi temetőben. A beszédekben elhangzott, a koszorúzással egybekötött fűhajtással nem csak az áldozatoknak, hozzátartozóiknak és leszármazottjaiknak tartozunk, hanem önmagunknak is. Hangsúlyozták azt is, a népirtásnak soha nem lett volna szabad megtörténnie. Fontos évről jön emlékeznünk, hogy ilyen szörnyűségek ne történhessenek meg újra. Nemzedékről nemzedékre át kell adnunk azt a tudást, azt a figyelmeztető jelet, hogy a rasszizmus, az intolerancia hová vezethet, és minden erőnkkel küzdeni kell, hogy ezek a szomorú és gyalázatos események ne ismétlődhessenek meg. És hát reményeink szerint ez a közeljövőben, a távoli jövőben soha nem is fog megtörténni. A nyíregyházi járási ügyészség ezen a héten hatóság félrevezetésének vétsége miatt két ügyben is bíróság elé állított két fiatal férfit, akik a rendőrségnek valótlanul azt állították, hogy kirabolták őket. Az ügyekben hasonlóság az, hogy mindkét férfi erősen ittas állapotban elveszítette értékeit, és mikor észlelték, hogy azok nincsenek meg, bejelentést tettek a rendőrségen azzal, hogy őket bántalmazták és mobiltelefonjukat, készpénzüket ellopták. A nyomozóhatóság az eljárásokat rablásbüntette miatt megindította, azonban az állítólagos sértettek néhány óra múlva tanúkihallgatásuk során bevallották, hogy sérelmükre senki nem követett el bűncselekményt. Tettüket azzal magyarázták, hogy ittasságuk miatt nem emlékeznek a velük történtekre, és amikor az értékeik hiányát észlelték, arra gondoltak, hogy őket kirabolták. Tettükkel bűncselekményt, hatóság félrevezetésének vétségét valósították meg, ezért a bíróság egyiküket próbára bocsátotta, másikukkal szemben pedig pénzbüntetést szabott ki, de ezen cselekményért akár két évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Évről évre egyre többen érkeznek a nagykálói 24 órás úszásra, amelyet most hétvégén immár hetedik alkalommal rendeznek meg a helyi fürdőben. Az egészségmegőrzési és jótékonysági célú esemény keretében a tapasztaltabb résztvevők számára idén is meghirdetik a Balaton átúszásra keresztelt erőpróbát. Csobbanás a medence széléről, és már mehet is a tempózás perceken vagy akár órákon keresztül. Ahogy tavaly, úgy idén is összegyűlnek Nagykálóban az úszás szerelmesei a 24 órás úszás keretében. Most szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik az egy napon át tartó esemény, amelynek a város napstrandján már több éve visszanyúló hagyománya van. A szervezés ötlete 2013-ban fogalmazódott meg. Mindig törekedtünk arra a stranddal kapcsolatosan, hogy a nyári időszakban legyenek rendezvényeink, legyenek sportesemények,
illetve olyan egészséges életmódra nevelő történések, ami a fiataloknak is példaértékű. Mindig volt egy kis úszó kollektíva, reggelente járnak úszni a strandunkra, és így velük való beszélgetés kapcsán pattan ki ez az ötlet, hogy szervezünk meg a 24 órás úszást, és azt kell mondani, hogy egyre többen évről évre többen vesznek részt rajta, egyre több a segítség. A vált úszás célja, hogy folyamatosan legyen a vízben úszó, és bár éjszaka vannak holtpontok, olyankor sem maradnak üresen a pályák a medencében. A baráti családias hangulatú eseményen évről évre egyre többen vesznek részt, köztük sok fiatal, amatőrök és gyakorlottabbak, például szenior úszó egyesületek tagjai egyaránt vízbe csobbannak. Utóbbiak egy Balatonátúszásra keresztelt erőpróbán is megmérettethetik magukat az esemény keretében. Leúszuk gyakorlatilag a klasszikus távot, a kicsit többet, az 5200 helyett 5500 métert. Ezt most úgy tervezzük, hogy az elején leúszuk, mivel több sáv is rendelkezésünkre áll, tehát ez azt jelenti, hogy bárki, aki jön, azért mellettünk úszhat, nem kell 5500 métert úszni. Itt az a cél, hogy mindenki annyit úszon, amennyit szeretne, amennyi jól esik, hogyha pár száz métert, akkor pár száz métert, ha 5,5 kilométert, akkor 5,5 kilométert. A cél, hogy mindenki annyit ússzon, amennyit jól esik, hogy jól érezze magát, és megőrizze az egészségét. A sportolást ezen kívül jótékonykodással is összeköthetik a résztvevők, akik a Bátor Tábor Alapítvány számára tehetnek felajánlásokat, amelyeket daganatos gyerekek táboroztatására fordítanak. Az indulókat egyébként helyben megvendégelik, emellett különböző kategóriákban díjazzák is őket, az érmeket pedig a szeptember elejé Lecsó Fesztiválon adják át. Debrecenbeli pályára a kisvárdai futballcsapat az NB1 második fordulójában a nemzetközi kupa szereplése miatt első bajnokiát játszó Loki elleni mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Nagyerdei stadionban. Az elmúlt szezonnal ellentétben jól kezdte a bajnokságot a kisvárdai futballcsapat. Tavaly a hetedik fordulóig kellett várniuk a várdaiaknak az első győzelemre, ezúttal viszont már az első fordulóban 3 pontra szerzett Mirjuca László együttese. A Paks ellen meg kellett szenvedni az egy gólos sikerért, de a vezetőedző ettől függetlenül is tudja, hogy egy meccsből nem szabad messze menő következtetéseket levonni. Ne gondoljuk, mert nyertük egy meccs a Paks ellen is, most mi vagyunk a legjobbok itt Magyarországon. Nehéz meccs vár minket Debrecenben. Nagyon ez a tartalma, Herceg András. Tisztelem az András, már régi, tudod, ismerem. Jó csapat, látom a bajnokságban tavaly. A Torino ellen, akkor is a Torino tovább jutott, a Debrecen is volt jó pár dolgot. Jó csapat. Az elmúlt szezonban a Kisvárda egy vereség mellett kétszer legyőzte a Debrecent. A Pas elleni meccsen a második félidőt végigjátszó Gosztonyi András szerint a múlttal nem érdemes sokat foglalkozni. Mindig a következő, igaz, egy kicsit ez közhely, de valóban igaz, hogy mindig a soron következő mérkőzés a legfontosabb, tehát most a Debrecen ellen készülünk, próbálunk a lehetőségeink szerint a legjobban felkészülni belőlük. A Debrecen a nemzetközi kupaszereplés miatt a Kisvárdánál korábban kezdte a felkészülést. A Loki már túl van 4 kupa meccsen, de a bajnokságban a Kisvárda ellen mutatkozik be Herceg András együttese. Természetesen hazai pályán nyerni szeretnénk. A Kisvárdának új stílusa van, új edzője van. Próbálunk felkészülni a lehető legjobban a mérkőzésre. Aztán hát meglátjuk, hogy alakul. A hazai pályán nyilván mindenképpen akkor lennénk elégedettek, ha sikerülne nyerni. De látjuk, tudjuk, hogy a Kisvárda azért egy komoly, tehát jó játékerőt képviselő csapat, jó játékosai vannak, tehát nagyon-nagyon jó csapatember, tehát a tavasz eredmények alapján úgy tudom, hogy 3. voltak a táblázaton. A Debrecen-Kisvárda mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Nagyerdei stadionban. A második forduló további párosítása következő Kaposvár Mezőkövesd, Diósgyőr Újpest, Paks Budapest Honvéd és Puskás Akadémia Molfehérvár FC. A Zalaegerszeg Ferencváros mérkőzést a Fradi Bajnokok Ligája selejtezője miatt későbbre halasztották. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
Akár 15 ezer forintot is spórolhatnak a családok gyermekenként az ingyenes tankönyvnek köszönhetően. Az 1 millió 300 ezer diákból országos szinten közel 1 millió tanuló kap ingyen tankönyvet idén szeptemberben. 2020-tól azonban már minden közoktatásban résztvevőnek térítésmentesen biztosítják a tankönyveket és a munkafüzeteket. A tanszervásárlás jelenthet még nagyobb kiadást augusztusban, egy elsős diák felszerelése akár több tízezer forintos kiadás is lehet. Közel 70%-kal emelkedett a paradicsom ára a tavaly augusztus eleji árakhoz képest. Gazdasági szakértők szerint a vásárlók magasabb minőségi igénye miatt, a termelők szerint viszont az időjárás okozta, kevesebb termés miatt ugrottak meg az árak. Ezt a változást jelenleg leginkább a lecsóba való zöldségek esetén érzékelhetik a vásárlók. Év végéig lehet elindítani az építkezéseknél az áfa visszaigénylését, amelynek plafonja 5 millió forint. Azoknál a beruházásoknál, amelyeknél tavaly november 1-jéig már megvolt a végleges építési engedély, a folyamat lezárásának határidejét korábban kitolták, vagyis számlákat még ez év vége után is benyújthatnak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 9-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd Önöket, szombat este pedig heti hírösszefoglalónkkal jelentkezünk. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Pénteken éjjel gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14-18 fok között alakul. Szombaton gyengén felhős idő várható, sok napsütéssel, csapadék nem lesz. A déli szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul. Vasárnap a sok napsütés mellett az északi tájakon kezdődhet több gomoly felhő, ott egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Hétfőn országszerte derült, száraz időre van kilátás. Kedden délután hideg front éri el a Kárpát-medencét, amely szerdán át is vonul felettünk. Az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzetből előbb nyugaton és északon, szerdán egyre inkább délen, illetve keleten eredhet el több helyütt az eső, zápor eső, helyenként zivatar is kialakulhat. A következő napokban csupán néhol valószínű csapadék. Hétfőn tetőzik a hőség, majd mérséklődik a nappali felmelegedés. Gyenge melegfront jellegű hatás miatt előfordulhat fejfájás, álmatlanság, ingadozhat a vérnyomás és csökkenhet a koncentráló képesség.